Üdvözöllek benneteket! A mai órán az egyenlőtlenségekről fogunk beszélni, illetve megismerkedni velük. Vágjunk is akkor bele, és nézzük az első feladatunkat. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget. X plusz 1 ketted kisebb, mint 3 negyed. Az egyenletektől eltérően most nem csak egy megoldásunk lesz, hiszen az egyenlőtlenségek alkalmával keressük mindazokat a számokat, amelyeket, ha behelyettesítjük az x helyébe, igaz állítást kapunk. Tehát nem csak egy megoldásunk lesz, hanem sok. Nézzük, hogy hogyan fogjuk megoldani a feladatunkat. Az egyenletekhez hasonlóan az első lépésünk az lesz, hogy egy segédegyenletet fogunk fölírni, és attól függetlenül, hogy egy egyenlőtlenségünk van, tehát segéd egyenlet fog fölé kerülni. Ugye a feladatunkban egy összeadás található, tehát mi is egy összeadással kapcsolatos egyszerű egyenletet írunk föl, kifejezést írunk föl, tehát 1 plusz 2 egyenlő 3. Mivel az x ismeretlen, ezért fogom és bekarikázom, tehát az x-et és az 1-et. És ugye azt keressük, hogy hogyan kapunk egyet, hogyha van egy kettesünk és egy hármasunk, illetve ezzel a két számmal mit kell tenni. Hát rögtön látjuk, hogy az egyet úgy kapjuk meg, hogyha a háromból kivonjuk a kettőt, vagyis hogyha a három negyedből, ugye a mi esetünkben kivonjuk az egy kettedet. Ezt le is írjuk a következő sorban. Tehát x, vigyázat, nem egyenlő, hanem kisebb, mint ahogy a feladatunkban van. Ugye azt mondtuk, a 3-ból 2-t, vagyis a 3 negyedből ki kell, hogy vonjuk az 1 kettedet. Összeadás kivonás esetén, törteknél szükséges, hogy megkeressük a legkisebb közös többszöröst, a 4-nek és a 2-nek. Mivel a nagyobbik száma 4, és a 4-ben rögtön megvan a 2 maradék nélkül, így mondhatjuk azt, hogy a közös többszörösünk, tehát a legkisebb közös többszörösünk a 4. Nézzük, hogy mennyivel kell bővíteni egyik, illetve másik törtet. Az első tört már ugye 4 volt a nevező, most is 4 kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy nem fog változni, vagyis úgymond szorozzuk egyel. Míg a második nevező 2 volt, hogy 4 legyen, 2-vel kell megszorozni, tehát a számlálót is, nevezőt is szoroznunk kell 2-vel. Ha elvégezzük ezeket a szorzásokat, akkor meg is kapjuk, hogy x kisebb, mint 3 negyed, mínusz 2 negyed. Most már egyformák a nevezők, így már el tudjuk végezni a kivonást, ugye nevezőt lemásoljuk, számlálókat pedig kivonjuk, és így meg is kapjuk a végeredményünket, x kisebb, mint 1 negyed. Az egyenletek esetében, amikor ugye azt kaptuk például, hogy x egyenlő 1 negyed, akkor itt meg is álltunk a feladattal, hiszen egyetlen egy megoldása volt az egyenletnek. Ugye, ahogy már az elején említettük, az egyenlőtlenségek azt jelentik, hogy minden olyan szám, ami kisebb, mint 1 negyed, valójában megoldása ennek az egyenlőtlenségnek. Tehát, ha behelyettesítjük ide, minden olyan számot, ami kisebb, mint 1 negyed, hozzáadjuk az 1 kettedet, biztos, hogy kisebb értéket kapunk, mint 3 negyed. Az egyenlőtlenséget még egyféleképpen fogjuk megjelöltetni, illetve ábrázolni, mégpedig számegyenesen. Illetve itt 5. osztályban úgy is mondhatnánk, hogy számfélegyenesen. Ez a számfélegyenes a következőképpen néz ki. Ugye a kezdőpontja a nulla, és a nullától jobbra lévő félegyenes, ezek a pozitív természetes számok, illetve nem csak természetes számok, hanem racionális számok halmaza is. Tehát a nullától egy meghatározott egységre fölveszünk a következő számot, azaz 1, majd ugyanakkor a távolságra a 2-t, a 3-at, és így tovább mehetünk a végtelenségig. Természetesen ezt a szám félegyenest, vagy csak egy kicsit talán hibásan is, de megszokásból mondjuk számegyenesnek, mindig akkorára rajzoljuk, amekkora éppen az aktuális feladatunkhoz szükséges. Az első dolgunk, amikor egy számot meg szeretnénk jelöltetni a számegyenese, hogy meghatározzuk, hogy melyik két szám között helyezkedik el. Hát ugye ezt mindig egy vegyes tört formájából tudjuk meg. Az 1 negyed, ez egy olyan vegyes tört, amelynek nincs egész része. Illetve, hogyha most le akarnánk írni, akkor ide egy nullát kellene, hogy írjunk. Tehát ez úgy is mondhatnám, hogy 0 egész és 1 negyed. Tehát, ha itt nulla van, az azt jelenti, hogy a számegyenesen a nulla és mindig a rákövetkező, vagyis az 1 között helyezkedik el. Tehát az 1 negyed, vagyis 0,1 negyed, a nulla és az 1 között helyezkedik el.
Most miután tudjuk, hogy hol van az egy negyed, illetve melyik két természetes szám között helyezkedik el, keressük meg konkrétabban. A tört nevezője mindig azt mutatja meg, hogy ezt a szakaszunkat, úgymond a 0 és az 1 közötti részt, hány egyforma részre kell, hogy fölbontsuk. Ugye nekünk a nevező 4, tehát azt jelenti, hogy 4 részre kell felbontani. A számláló pedig azt mutatja meg, hogy ezekből a részekből hányat kell, hogy vegyünk. Na most, ha mi fel szeretnénk osztani 4 részre, nézzük csak, tehát akkor veszek egy felező szakaszt, illetve azokat is még elfelezem. És azt fogjuk látni, hogy ha én 4 részre szeretném fölbontani, akkor azt 3 vonallal tudom megoldani. Tehát mindig egyel kevesebben, mint ahány részre szeretném fölbontani. És ugye most jön a számlálónak a szerepe. Ebből amiket én most pirossal rajzoltam meg, ugye ezek az újak, mert valójában ez a nullás, ez az 1 negyed, 2 negyed, 3 negyed, és az 1 egész az valójában ugye a 4 negyed. Ebből mi az elsőt fogjuk venni, tehát itt lesz majd az 1 negyed. Meg is jelöljük, ide kerül az 1 negyed. Azt szeretnénk megtudni, hogy most ettől az 1 negyedtől balra, illetve jobbra helyezkednek el a megoldások, akkor azt láthatjuk, hogy ez a kis nyíl, ez nekünk balra mutat, tehát úgy is mondhatnánk, hogy ettől az 1 negyedtől balra húzzuk a megoldás halmazt, tehát rajzolunk egy balra mutató nyilat. Ez a balra mutató nyíl eredetileg ugye nulláig elegendő itt az 5. osztályban, majd 6. amikor a negatív számokat is megtanuljuk, akkor ugye azokkal is fogunk majd külön foglalkozni. Tehát így oldottuk meg az első feladatunkat. Ugye ugyanazzal a módszerrel oldjuk meg az egyenlőtlenséget, mint az egyenleteket, segédegyenleteket alkalmazzunk, és a végén annyi még a különbség, hogy nem csak egy megoldásunk van, hanem sokkal több, tehát számtalan szám tartozik ide a megoldás halmazba, és ezt legjobban egy számegyenessel, illetve egy számfélegyenessel tudjuk szemléltetni.